Köszöntöm a 7.0 névén nézőit. Ez itt a kikötő, ahol kikötjük az egyház hajóját, hogy hírt adjunk, tapasztalatot cseréljünk és találkozzunk testvéreinkkel. Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele. Ebből a latin kifejezésből származik a karácsonyt megelőző négy vasárnap, illetve az ezt átölelő időszak elnevezése Advent. Az Úr eljövetelének, Jézus Krisztus megszületésének várása a keresztények számára egy sajátos készülődést is jelent, amikor egyúttal a naptári év vége felé közeledve lehetőségünk van a számadásra is. Erről beszélgetek mai első vendégemmel, a Zenebarát Felebarátok közhasznú alapítvány vezetőjével, Földi Lászlóval, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok én is mindenkinek! A Zenebarát Felebarátok több mint 10 évvel ezelőtt kezdte meg pályafutását olyan katolikus hátterű fiatalokkal, akik már korábban is együtt énekeltek, és most egy különleges programot szerveznek Békés Csabán, az Ökumenikus Advent vasárnapjait, illetve karácsonyesti programot. Mi a különlegessége ennek a rendezvénynek, és kiket próbáltak megszólítani ezzel? Hát tulajdonképpen ugye 9. éve csináljuk ezt a programot. Különlegessége a rendezvénynek igen sok van, és hát próbálunk minden korosztályt megszólítani, a kisgyerekektől a idősebbekig. A gyerekek számára mézeskalás díszítést, kreatív játszóházat csinálunk, ki lehet próbálni társas játékokat, ugyanakkor van Mikulás műsor, bábjátékok, a mi Jézus Szíve templomunkban is, az evangélikus testvéreknél is egyaránt a felnőttek számára koncerteket, előadásokat szervezünk, és hát ugye a legérdekesebb része nyilván ennek az egész programsorozatnak az utolsó hétvégén a betlehemes játék, ami több érdekességgel is készül. Hagyomány nálunk, hogy minden egyes évben egy kis baba alakítja, mondhatni a kis Jézust. Az idén is egy 6-7-es kis baba lesz, aki a kis Jézust szerepét majd betölti. Vannak állatok a betlehemes játékon, birkák, lovak, tehát tulajdonképpen egy kicsit olyan istáló szagú lesz az ember, hogyha kijön ezt a betlehemes játékot megnézni. És hát igen sok szereplővel, közel 20 szereplővel adjuk ezt elő, ezt a játékot. Gondolom, hogy sokkal inkább közelebb érzi magához mindenki a karácsonyi történetet, hiszen testközelből élheti át a jelenetet. Igen, hát tulajdonképpen aki esetleg nem járt még kint ezen a rendezvényen, Dióhéjban elmondva, ugye a Jézus Szíve templom elé fölépítünk hajnalban egy 200 négyzetméteres sátrat, erre kerül egy 60 négyzetméteres színpad felépítésre, majd közel 300 bálából készül a díszlet, a szalmás istáló, és hát ugye nyilván a mai kornak megfelelően hangtechnika, fénytechnika kerül beszerelésre, és hát itt kerül majd utána este 7-kor, december 20-án előadásra ez a betlehemes játék. Szalmák között, állatok között, tehát tulajdonképpen próbáljuk azt a hangulatot megteremteni, ami talán lehetett egykor a betlehemi istállóban. De azért ez elég komoly előkészületeket jelent, meg szakembergárdát. Kik vesznek részt a program kialakításában? Hát tulajdonképpen maguk a Zenebarát Felebarátok az részben énekkar, hiszen énekkarként funkcionálunk több mint 11 esztendeje, részben pedig a közösségnek vannak olyan tagjai, akik mondjuk nem az éneklésben jeleskednek, hanem nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be. Van, aki segít a programokon, amikor főzni kell, mások a hangtechnikát kezelik, megint mások a fénytechnikával foglalkoznak, és kiszolgáló személyzetként is rengeteg munka van egy-egy ilyen rendezvényen, hiszen mondjuk teját kell főzni, teját kell osztani. Vannak, akik kézműves tárgyakat készítenek, amivel tudnak minket támogatni, tehát megtalálja mindenki a helyét. Ez egy, azt mondhatnám, hogy egy közel 50 fős csapat, aki ebben igen aktívan tevékenykedik, és hát amikor a betlehemes sátor kerül felállításra, és ez az egész elkészül, akkor pedig aznap több mint 70 ember dolgozik azon, hogy ez az egy óra, amikor majd az előadás létrejön, akkor ez egy meghitt, ez egy fontos esemény legyen. Ez az összefogás talán abban is tetten érhető, hogy ökumenikus jellegű az egész rendezvénysorozat. Ez miért fontos, hogy nyissanak a társegyház községek felé is? Hát tulajdonképpen mi a kezdetektől fogva igyekeztünk megtalálni a jó kapcsolatot, és ez azt gondolom, hogy működik is itt a jaminai két egyházközösség között, a katolikusok és az evangélikusok között, hiszen keresztények vagyunk. Ha pont most így az adventi várakozás idején nem fektetnénk erre hangsúlyt, de hát fektetünk, igazából évközben is azért próbálunk
kapcsolatot találni egymással, sőt, mi járunk, hál' Istennek, hívnak is minket, énekeltünk már az Evangélikus Gimnáziumnak a Csendes Hetén, énekeltünk Pusztaföldváron már a Evangélikus Nyitott Templomok éjszakáján, tehát fontosnak érezzük azt, hogy ökumenikusan válvetve dolgozzunk és tegyünk. Miért fontos, hogy ez az összefogás az adventi időszakban is tetten érhető legyen? Mit üzen a külső szemlélő számára ez az egész rendezvénysorozat adventről? Mit jelent kimondottan Földi Lászlónak, vagy a zenebarát felebarátoknak a karácsony és az arra való készülődés? Hát nem titkoltan, ugye az alapítványnak, meg az énekarnak is a működésének a célja azon túl, hogy nyilván egyfajta egyházi szolgálatot lát el, tulajdonképpen egyfajta tanúságtétel. És ez lehet az adventnek egy üzenete az én számomra is, és mindenki más számára is, hiszen azért a sokat emlegetett 40 évben, amíg tiltották a vallásos ténykedést tulajdonképpen, egyszerűen mondva, ott azért fölnőtt 3-4 olyan generáció, akiknek nem nagyon volt kapcsolata az egyházzal, ezek pedig nagyon jó alkalmak, akárcsak a nyitott templomok éjszakája, vagy mondjuk ez az adventi rendezvény arra, hogy azok az emberek, akik keresik, mert tapasztalatom szerint azért így 9 év távlatából nagyon sokan keresik a megváltót, azok az emberek így bejöhetnek a templomba ezáltal a rendezvény által, ami nem egy hétköznapi istentisztelet vagy szentmise, hanem egy teljesen másfajta, más jellegű program, amivel bejönnek, elcsendesednek, és egy picit talán lehetőséget tudunk nekik arra adni, hogy ne a vásárlás, az ajándékozgatás, a kinek mit vegyek legyen a probléma, hanem az legyen, hogy én beülök egy templomba, vagy leülök a templom előtti térre, hallgatom az ott szóló zenét, és egy picit magamba fordulok, elcsendesedek, magamra figyelek, amire igazából szerintem elég kevés időt folytanak ma az emberek. És lehet ez egy eszköz, hogy éppen az énekkel, a zenével próbálják megszólítani az embereket, hogy kicsit jobban az emberek szívére tapintsanak? Lehet ez egyfajta bejárat az emberekhez? Én azt gondolom, hogy lehet, nyilván nem csak szervezőként, hanem résztvevőként is, akár csak a múlt hétvégén is, ugye Hajtman Ildikó énekelt, meg a kamarazenei közösségünk. Az ember egy picit leül a templomba, annak már, ha átlépem a templom ajtót is, van mindig egy varázsa. Teljesen mindegy, hogy most melyik felekezett templomába léptem be. És ha mellette egy picit úgy tényleg elcsendesedek, leülök, nyugton, nem a telefon csörgését figyelem éppen, vagy hogy ki fog keresni, vagy mit kell csinálni, hanem csak úgy egy kicsit ott vagyok, és hallgatom a zenét, az mindenképpen szerintem nagyon kellemes állapotra hangolhatja az embert, ha hagyja magát. És mi lesz az ünnepek után? Hogyan tudják átörökíteni a hétköznapokba ezt a hangulatot? Hát igyekszünk mi magunk is töltődni, természetesen ezeken az alkalmakon, és hát már ilyenkor kezdjük a további programjainkat szervezni, hiszen nem az advent az egyetlen program, amit egész évben szervezünk, hanem az évet igazából átölelik a programjaink, vannak gitáros, énekkaros találkozóink, ifjúsági találkozóink, családnapjaink, van egy Kolpin kávéházunk, tehát elég sokféle programmal, farsanggal készülünk, tehát ilyenkor azért folyamatosan már lehet készülni a további programokra. Akkor nem nagyon lesz pihenés az ünnepek alatt vagy után, hiszen hamarosan következik a farsangi időszak karácsony után? Így van, a farsangi időszak, sőt még azt megelőzi az ökumenikus ima hét, aztán lesz a házasság hete, tehát igyekszünk mindenre készülni egy kicsit. Reméljük, hogy minél több alkalommal tudunk majd találkozni és hallani a fele barátok énekét. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és áldott ünnepet kívánok mindannyiuknak. Köszönöm én is, és ugyanezt kívánom a tévénézőknek. Most pedig az adventi készülődéssel kapcsolatban nézzünk meg egy bejátszást, ami a Jaminai Evangélikus Gyülekezetnél történt. Az adventi időszak elmaradhatatlan kelléke és szimbóluma az adventi koszorú. A ráhangolódás jegyében ennek elkészítésére hívta a családokat a Jaminai Evangélikus Gyülekezet. A közösség nagytermében közel 60-an gyermekek és szüleik közösen díszítették fel különféle természetes anyagokkal a koszorúkat, amelyekre a 4 adventi vasárnapot jelképező gyertyák is felkerültek. Szárított gyümölcsöt, fahéjat, dísszeket, egy kis fenyőágat, meg masnit. És a 4 gyertya mit szimbolizál? A szeretet jelképét, a piros színmérkét. Miért pont 4? Azt tudod? Nem.
A jelek szerint akadt még néhány jelentés, amivel nem árt megismerkedni a gazdag jelképvilágból. A szervezők szerint éppen erre jók az ilyen alkalmak, amik a kreativitás és szép érzék fejlesztésén túl az ünnep mondani valójának megértését is segítik. Nagyon fontos, hogy ne hirtelen essünk oda a családi meghitt hangulatba, hanem tényleg tudjunk készülődni, tudjunk várakozni, és a gyerekek szerintem ez alatt az idő alatt hétről hétre akár járhatnak ilyen alkalmakra. Sokszor hallanak erről, hogy Jézus születését várjuk ilyenkor, és azt gondolom, hogy várakozást ma már nagyon nehéz a gyerekeknek megtanítani. Sokszor mi is türelmetlenek vagyunk felnőttek, és ezek az alkalmak nagyon jók erre, hogy a gyerekek érezzék és átéljék, hogy mire is várunk ilyenkor, és ki is érkezik közénk. Szerencsére programokból nincs hiány Békés Csabán, így a karácsonyi hangulatba kerülésre, az ünnep valódi tartalmának megértésére és átélésére még bőven akad lehetőség a hátra lévő adventi hetekben is. Ahogyan hallottuk, bőven akadtak és akadnak még lehetőségek a készülődésre. Hasonló koszorú készítő kézműves délutánra számos helyen, köztük a belvárosi evangélikus gyülekezet közösségében is sor került. Ennek egyik szervezőjét, Péterné Benedek Ágnes evangélikus lelkészt, hitoktatót köszöntöm a stúdióban. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Elhangzott a bejátszásban, hogy fontos a készülődés, mert így érthetjük meg igazán az ünnep lényegét. Hogyan lehet elérni, hogy a készülődés közben, amíg az ember bevásárol, takarít, főz, mos, mégis ráhangolódjon az ünnepre? Hogyan tudjuk elérni, hogy ne a fáradtság vegyen bennünk, vagy legyen rajtunk órán, hanem az ünnep kerítsen bennünket hatalmába? Talán ott kezdeném, hogy amiért adventi koszorúkat is készítünk, és a gyerekeknek is elmagyarázok, épp a héten meséltem el az adventi koszorú történetét az egyik hittanórán. Abban az időben, amikor ez kialakult, még nem hatalmas ajándékok várták, különösen nem azokat az árva gyermekeket, akiknek az elsőt elkészítette egy német evangélikus lelkész. Az ünnepnek a csodája, a fénye, az öröme, az, hogy az Isten szeretete teste töltött, és egy különleges este, szent este, karácsony, az mégis izgalommal töltötte el őket, és ezt az izgalmat szerette volna megkönnyíteni és egy kicsit csendesíteni azzal, hogy elkészítette az adventi koszorút. Mi már ugye 4 adventi gyertyát teszünk a koszorunkra, és tudjuk, hogy vasárnapról vasárnapra egyre több gyertyát gyújtunk meg, és ahogyan változott az életünk, valószínűleg jobban arra figyelünk, hogy hogyan tudjuk a szeretetünket megmutatni, továbbadni az embereknek, és nagy a veszélye annak, hogy a készülődés, láza, izgalma, az elterelje a figyelmünket a lényegről. Nagyon fontosnak gondolnám azt, hogy az ünnep igazi tartalma és az önmagunkra és szeretteinkre való odafigyelés és tekintet az megmaradjon. Mert hát mit akarunk mi kifejezni karácsony ünnepén, akár ajándékokkal, akár magával a szép ünneppel, a szeretetet, a figyelmet, azt, amit mi az Istentől kaptunk, és a családjainkban megérezhetünk. És jó lenne, ha a készülődés ideje alatt ez a szeretet és ez a figyelem, ez már ezeket a heteket is jellemezni tudná. Tehát ne kényszer, ne feladat legyen a számunkra, azt, hogy felkészüljünk a karácsonyra, mindent jól előkészítsünk, hanem annak a készülődésnek az örömét is, és szépségét is át tudjuk élni a szeretteink körében. A felvételeken azt láttuk, hogy a gyerekek egészen jó hangulatban készülődtek és ügyeskedtek az adventi koszorúkon. Mi a tapasztalat? A gyerekek a sok vidám pillanatban megértik az ünnepnek a komolyságát is? Én úgy gondolom, hogy igen. Különösen azért, mert ugye mindig egy áhítattal, egy rövidigei magyarázattal, gondolatokkal kezdjük el az adventi koszorú készítést. Itt a belvárosi gyülekezeti részben, a kis templomban kezdtük el az alkalmunkat, advent első vasárnapja előtti szombat délutánon, hiszen
mind a város szerte lévő iskolákból, ahol hittanórákat tartunk a gyerekeknek, mind az evangélikus általános iskolából, óvodából. Annyi gyermek jelezte, hogy szívesen részt venne ezen az alkalmunkon, 140 fölötti jelentkezés akadt, hogy mi rögtön a kis templomba mentünk, szülőkkel, gyerekekkel együtt, ott éneket tanultunk, és az adventi üzenetből igyekeztünk átadni valamit, és ezzel mentünk utána vissza a nagy terembe, ahol a koszorú készítésre sor került. Azt is nagyon fontosnak érzem, hogy itt gyermekek, szülők találkozhatnak egymással, a hittantanárokkal, a lelkészekkel, és egy lelki rákészülődésre, egy beszélgetésre, amire oly sokszor úgy érezzük, hogy nincsen időnk, mert a tennivalóink után szaladunk, lehetőség adódott. És ezt is láttam, örömmel tapasztaltam a szombati adventi koszorú készítésen is. Ugye egyre inkább szokás, legtöbb ember igyekszik most már maga által készített ajándékot készíteni a szeretteinek. Megértik-e a gyerekek, hogy ennek a fajta ajándékozásnak valójában ott van az igazi tartalma, hogy mi vagyunk a megajándékozottak karácsonykor, és erre készülünk adventben? Én remélem, hogy igen, és ebből olyan saját gyakorlati tapasztalatokat is, meg példákat is kapok, akár a saját gyerekeimtől is, és a rám bízott, az általam tanított gyerekektől is. Az a jó, amikor értik azt, hogy az Isten szeretetének az ünnepét, ahogyan várjuk és ahogyan arra készülünk, akkor oda tudunk fordulni szeretettel mások felé is. És például többször is hallhatunk arról, készülnek arra gyerekek is, iskolákban is, hogy úgynevezett cipős doboz akcióval más gyerekeket, rászorulókat határainkon túl, vagy akár a közelünkben segítsünk meg. És ezt a lehetőséget, ezt a, nem kerülném a szót, hogy feladatot, komolyan veszik a gyerekek, és örömmel válogatnak és gondolnak olyan más gyermekekre, akiknek kézzelfogható ajándék kevés jut, és a saját lehetőségeik szerint szeretnék kifejezni ők is azt a szeretetet, amit itt a világból megkaphattak, és a saját környezetükben átélhetnek. Ugye karácsony után, a téli szünet után, ahogy az első napokban az iskolás gyerekek találkoznak újra a folyósokon, általában mindig az az első kérdés egymás felé, hogy na, mit kaptál karácsonyra? Van-e néha a gyerekekben egyfajta keserűség, hogyha másik valami nagyobbat kapott, vagy ő mondjuk nem azt kapta meg, amire vágyott, és ezt hogy lehet kezelni? Lehetséges, hogy van ilyen, ők persze megbeszélik ezt, mi felnőttek nem igyekszünk ezt a különbségtételt erősíteni, vagy előhozni. Én azt gondolom, hogy fontos lenne azt a gyerekek számára nekünk tudatosítani, hangsúlyozni, hogy nem mindig a kézzelfogható ajándék az, ami a legfontosabb. Én nagyon örülök annak, hogy például itt az evangélikus óvodában, ahol mint szülő már harmadik éve az én kislányomat kísérem végig az ünnepi készülődésen, hogy valami ilyesmit élhessenek át minél többen, hogy ez olyan jó lenne, hogy a közösen töltött idő milyen nagy ajándék, az együtt elkészített apróság milyen nagy ajándék, és a közösség, amit átélhetünk. És talán még annyit fűznék hozzá, hogy és a legfontosabb az az út, amit mondom, így az óvodában is végigjárnak meg így lelkészként, de hívő emberként én is igyekszem a saját családomban is átélni, meg élni, hogy készülődünk együtt, figyelemmel, nem kapkodva, nem türelmetlenül, hanem oda figyelve. Részt veszünk a tágabb közösségeinknek az ünnepén, ahogyan a kicsi óvodásoknál a szülők, gyerekek az utolsó napon együtt jönnek el a város karácsonyfájához, a betlehemeshez, és együtt vagyunk a templomban, ahol lelki útravalót kapunk. Isten igéje nélkül az ajándékok nagyon keveset tudnak lenni, akár nagyok, akár kicsik, azt hiszem. Az a szeretet, amellyel ő fordul felénk emberek felé, ami úgy szoktuk fogalmazni, hogy kézzel foghatóvá válik karácsony ünnepén, Jézus Krisztus megszületésekor a kisdegy gyermekben,
ez az, ami utána az ünnepek elmúltával is tovább tud bennünket erősíteni, vezetni. Nem egy hangulat marad csak az, amit karácsony adhat nekünk, hanem azt gondolom, hogy lelki erőt és békességet és egy olyan utat élhetünk meg és járhatunk be, kicsi gyerek, felnőtt egyaránt, ami fontos mindannyiunk számára. Reméljük, hogy ez az üzenet is az ajándékok között fog majd lapulni sok gyermek szívében, és megmarad ennek az üzenetnek a tartalma a hétköznapokban is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőinknek pedig megköszönjük a figyelmet. Most felszedjük a horgonyt, de várjuk legközelebb is a kikötőbe. Sok szeretettel a kedves tévénézőket. Viszontlátásra!